they have it in their blood. It's another, it's a different approach and a different attitude. I love gypsy music. I mean, I think that the most natural violinists that I can think of in classical music have some sort of a gypsy influence into it. Én például zenetörténészként egy értelmiségi családból származva, én abban nőttem fel, hogy ez egy értéktelen gics, amit csinálnak. És én egy, nem tudom, 5-6-8 éve, amikor már felnőtt fejjel tanultam meg megszeretni, vagy megérteni, hogy mi is ebben az érték, és fantasztikus értéke van. Gypsy music used to be an integral part of the cafe and restaurant culture in Budapest, an attraction that is now kept alive mainly by the tourist industry. When Lajos Sárközi is not touring abroad, almost every night he and his ensemble play in the historical ambiance of the oldest restaurant in Budapest, founded in 1831 in a small Baroque palace near the Danube. Sárközi Lali, így, hogy tulajdonképpen kicsit van mi a vendégünk is, egy nagyon különleges művész, mert ő például nagyon is, hogy komolyan vette ezt a stílus érzékenységet. Hihetetlen finoman is tud játszani. Ez teljesen az én személyiségemet jelenti, az, hogy cigányos, de a szó legjobb értelmében mondom. Van egyfajta olyan szabadság a cigányos szó alatt. Szívemhez egy nagyon közel álló helyre megyünk, Heves megyébe, Kápolnára, ahol elindult egy vidéki rajkók zenekar, kis együttes. Most már tucatnyi gyerek van, aki az életében nem tanult zenét. Az, hogy ő legalább annyit hallgatja a felvételeit nagyapámnak, és ő is bemegy egy étterembe, akkor már büszkén mondja, hogy ki volt az ő déd nagypapája, és van, hogy előveszi a hegedűt, és velük játszik ő is.